ünnep. Államalapító Szent István király életművére emlékezett a város hétfőn. Az ünnepségen Melega Miklós az ország keresztény alapjairól beszélt. Szoboravatás. A Szent Királyon élők, egyházközségi tagok, valamint a körzet képviselője is hozzájárult Szent István új mellszobra felállításának költségeihez. Megyenap. Először adták át a Vasmegye díszpolgára címet. A hivatalos ünnepség mellett főzőverseny és tűzijáték is volt a Szajki tavaknál. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Pesenhoffer György. Jó estét kívánok! Az 1000 éves magyar államiságra és első keresztény királyunkra emlékezett augusztus 20-án az ország. Szombathelyen a hagyományoknak megfelelően a Szent István szobornál tartották a városi ünnepséget, melyen Melega Miklós, a Vasmegyei Levéltár igazgatója idézte fel az államalapító máig ható életművét. A himnusz hangjaira felvonták a nemzeti lobogót, majd István dicsőítő népdal csendült fel Veres Mihail a népdalénekes előadásában. Kérünk mind a vastalunkat, és az első királyunkat. István király fiához, Imre herceghez szóló intelmeiből hangzottak el részletek Szabó Tibor színművész és a Nagy Lajos Gimnázium színjátszó csoportja tolmácsolásában. Hogy többé ne puha kásával étessenek. Azt téged csak puhánnyá s finnyássá tehet. Ez pedig a férfiasság elvesztegetése. Ezután az ünnepség szónoka Melega Miklós vette számba az államalapító király életművének fő oszlopait, melyek, mint mondta, a mai napig igazodási pontként szolgálhatnak a döntéshelyzetekben. Hozzátette, István a törzsek szövetségéből álló fejedelemséget erős, a Kárpát-medence egységét megteremtő állammá szervezte, és európai típusú, független keresztény országot indított 1000 éves útjára. Úgy fogalmazott, nemzeti ünnepeink többségébe drámai feszültség vegyül, augusztus 20-át azonban emelt fővel ünnepelheti minden magyar. Ez a nap nemzetünk élni akarásáról és életre valóságáról szól. Azt tudatosítja bennünk, és azt üzeni a világnak, hogy helyünk van a nap alatt. A legszebb és vitathatatlanul a legfelhőtlenebb állami és nemzeti ünnepnapunk a mai, amikor mi, magyarok, felemelt fejjel valóban felszabadultan ünnepelhetünk. A kormányhivatal, a megyei önkormányzat és a város vezetői koszorút helyeztek el Szent István szobránál, majd Hende Csaba országgyűlési képviselő és Puskás Tivadar polgármester közösen megszegte az idei búzából sütött új kenyeret. Az állam alapítás ünnepén felavatták Szent István mellszobrát Szent Királyon. Dienes Attila Munkácsi díjas szobrászművész bronz alkotása a városrész templomának kertjében kapott helyet. ...1950-ig önálló településként, azóta pedig Szombathely részeként Szent Király a nevében hordozza államalapító királyunk emlékét. Az itt élőknek régi álma volt, hogy névadójuknak szobrot is állíthassanak, ami most széleskörű összefogásnak köszönhetően végre megvalósulhatott. Kocka Tibor ünnepi beszédében úgy fogalmazott, ez a nap bekerül Szombathely történelem könyvébe. Ezzel a szoborral a Szent Királyúak szűkebb és tágabb értelemben vett közösségük előtt erősítik meg. A Szent István király által kijelölt út a keresztény értékrend szolgálja továbbra is a városrész és az itt élők hosszú távú jövőjét, érdekeit. Hiszem azt, hogy ez történelmi állásfoglalás egy nemzedékeken átívelő 21. századi üzenet a felnövekvő generáció tagjai számára. A Kárpát-medence Szent Király nevű településeit összefogó szövetség támogatásával a városrészen élők és az egyházközségi tagok adományaiból, valamint képviselői keretből jött össze a szoborállításhoz szükséges összeg. Az alkotást Császár István helynök és Pete polgár Máté plébános leplezte le. Nagyon boldog vagyunk, hogy megvalósult, és azt gondolom, hogy szebb napot arra, hogy felavassuk ezt a szobrot, nem találhattunk volna augusztus 20-nál. Szállj, szállj!
A történelmi Magyarország több mint 20 településén áll már ehhez hasonló István szobor első keresztény királyunk tiszteletére, hangzott el az ünnepségen. Szent István hitvalló volt, kereszténységet nem érdekből, politikai megfontolásból, hanem meggyőződésből vette fel. Tudatában volt Isten előtti felelősségének és annak, hogy hatalmát csak kölcsön kapta az Istentől. A szobor megáldását követően koszorúzás zárta az ünnepséget. Kenyérszentelés, főzőverseny, koncertek és tűzijáték is szerepelt a második alkalommal megrendezett Megyenap programjai között a Szajki tavaknál. Itt adták át a közgyűlés által frissen alapított Vas megye díszpolgára elismerő címet a sárvári kötődésű Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének. 16 éves hagyománya van már hosszú peresztegen a polgármesterek főzőversenyének. Ez a program bővült tavaly az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan Megyenappá, ahol a települések vezetői jó hangulatban találkozhatnak, a családokat pedig színes programok várják. Amikor azt mondjuk, hogy Vas megye identitás, az ugyanaz, mint amikor azt mondja egy távolabbi megyei vezető, vagy politikus, vagy bárki, hogy milyen jó nektek Vas megyejetek, de olyan kicsik vagytok, de úgy össze tudtok tartani, mindenért össze tudtok fogni, ez is a megyei identitásnak a része, és egy ilyen összefogásnak köszönhető ez a mai nap is. Cigán lecsó, lángos, részeges szilvával, részeges szilva az méz és pálinkával, van idei szilva, és hát meg a vakaró, annak mondjuk azt az elhely való babos káposztához. 24 önkormányzat csapata főzött, hagyományos vasi ételek és különlegességek is kerültek a zsűri asztalra. A legtetején egy pusztai szamárragút látunk, turós kapros polentával, alatta látunk egy csülkös babgulyást. A megyei önkormányzat és a települések vezetői együtt ünnepelték az államalapítást. V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő beszédében a nemzetünk karakterét meghatározó értékek megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Kásler Miklós a magyarság legfontosabb napjának nevezte augusztus 20-át. Első alkalommal adták át a Vas megye díszpolgára elismerő címet, melyet az emberi erőforrások minisztere vehetett át. Az onkológus professzor Sárváron gyerekeskedett, ott végezte iskoláit, és a mai napig ápolja vasi gyökereit. A szívem mélyéből ápolom, hiszen itt nőttem fel, és mindent itt tanultam meg, amiből az lettem, aki lettem. Minden szállal kötődök Sárvárhoz. A szüleim révén elsősorban édesanyám, nagyon régi sárvári család gyermeke. A Megyenap vendégeit helyi zenekarok és művészeti csoportok műsora szórakoztattak késő éjszakáig. Az arató ünnepek hagyományával, az 1948-ban indult kolhozosítás történelmi hátterével és a cséplés régi módszerével ismerkedhettek meg a Vasiskanzenbe kilátogató érdeklődők augusztus 20-án. Okot adott az ünneplésre az is, hogy a múzeum falu éppen 45 éve ezen a napon nyitotta meg kapuit. A 19. század végétől egészen a 80-as évekig hasonló géppel végezték a gabonacséplést a rábavidéki szlovén falvakban. Ez volt az úgynevezett masinálás. Házról házra vontatták a cséplőgépet, 20-30-an dolgoztak körülötte folyamatosan. Egy valaki a kévéket adogatta az etetőnek, aki a gépbe dobálta azokat, mások a szalmát rakták több méteres kazalba, vagy épp a telizsákokat hordták. Az egész falu részt vett a munkában napkeltétől napnyugtáig. Ez ugye éppen egyszer volt, ez majdnem olyan volt, mint egy népünnep, amikor összejöttek az emberek házról házra, és mi, mint gyerekek, mi ezt nagyon élveztünk, nagyon alig vártuk, hogy amikor mondták, hogy na, jön a cséplés, húzzák a cséplőgépet, akkor mi gyerekek kicsértük a cséplőgépet házról házra, mert mindenhova oda mentünk, oda mehettünk, kaptunk kalácsot, és mi annak nagyon örültünk. Az asszonyok is kivették a részüket a munkából, gerebiéztek és gondoskodtak a munkások etetéséről, itatásáról. Már amikor épp nem a szalmakazalból kellett kikászálódniuk. Az asszonyok dolga még az is, hogy hordták a pejvát, a töreket, a férfi, aki volt a szalma, a nőki meg ez a jó poros dolog. Úgyhogy elég fárasztó munka volt, de akkor összefogott az egész falu.
Amikor nem volt gép, kézi erővel, cséphadaróval nyerték ki a magot a kalászból, ami igen fárasztó és nehéz. Ezt is bemutatták a skanzenben, aki akarta, kipróbálhatta. A munka végeztével arató ünnepet tartottak a falvakban, ekkor készültek a változatos formájú aratókoszorúk és a szerelmi ajándékként is adható szalmadíszek, melyeket kiállítás mutat be. 20. század fordulójától lett szokás, hogy arató ünnepeket tartsanak rendszeresebben. Különféle okokból. Ehhez kötődött az aratókoszorú készítése, és a különféle egyéb szalmamunkák is persze a kiállításban megtekinthetők, meg ennek az egész arató ünnep hagyománykörnek, hagyományá vagy politikává alakulását is bemutatja többek között. A járás területén nincs olyan kulák, akit ne büntettek volna. Megnyílt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága által indított vándorkiállítás is, amely a paraszti társadalom kényszer kollektivizálással történő felszámolását mutatja be tablókon. 1948-tól a parasztokat és a földeket TSZ-ekbe szervezték, ami feldúlta a hagyományos falusi közösségeket. Vas megyében az 50-es években csak nem 250 termelőszövetkezet működött. Vizesés. A gyerekeket kézműves foglalkozásokkal és népi játékokkal várták. Lehetett agyagozni, magpárnát és levendulás szütyőt készíteni. A harmadik helyen végzett a magyar korosztályos vízilabda válogatott az ifjúsági világbajnokságon. A szombathelyi Ekler Bendegúszti soraiban tudó együttes a szerbeket verte 14-13-ra a bronzmeccsen. A várakozásoknak megfelelően kizárólag európai csapatok jutottak be a legjobb négy közé a szombathelyen megrendezett ifjúsági vízilabda világbajnokságon. Sajnos a magyar csapat az elődöntőben 12-11-re kikapott a spanyoloktól, így a harmadik helyért szállhattak vízbe Horváth János tanítványai. A bronzmeccsen aztán a népes közönség hatalmas támogatását élvező hazai együttes 14-13-ra legyőzte a szerbeket, így végül dobogós helyen végzett. Úgy gondolom, hogy a spanyol meccsig mérkőzésre javultunk, majd sajnos a spanyoloktól egy gólos vereséget szenvedtünk, viszont ez mindenképpen becsülendő, hogy ezután felálltunk és megnyertük a bronzmérkőzést egy ilyen erős szerb csapat ellen. A magyar csapatban szinte minden mérkőzésen komoly szerepet kapott Ekler Bendegúz. Az avus vízilabdázója rendre jó játékkal hálálta meg a szövetségi kapitány bizalmát. Nagyot küzdött és jó néhány alkalommal vette be az ellenfelek kapuját. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon tehetséges fiúról van szó. Neki volt a legnehezebb itt, mert ő rajta éreztem leginkább a nyomást, hogy rajta van. Nyilván ez egy olyan dolog, hogy ezt el kell tudni viselni, és ezek a mérkőzések hozzájárultak ahhoz, hogy elviselje. Voltak nagyon jó meccsei, voltak gyengébb meccsei. A világbajnokságot végül a görög korosztályos válogatott nyerte, megelőzve a spanyolokat és a magyarokat. A torna legjobb játékosa a görög Papanikolaou Nikolaos, míg kapusa a spanyol Unai Aguirre lett. A gól királynak járó külön díjat az egyiptomi El Sapak Ahmen vehette át. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.